Üdvözlet mindenkinek itt az infobubble.hu weboldalon. Ebben a videóban meg fogok mutatni néhány bejátszást, ahol Amerikában élő hölgyek panaszkodnak arról, hogy mennyivel nehezebb lett az élet, milyen drágábbak, különböző termékek, melyek az élethez szükségesek, a fizetések már nem elégségesek ahhoz, hogy az ember eltartsa magát, és csak azt szeretném ezzel érzékeltetni, hogy valamilyen rejtélyes módon a többségnek még mindig fogalma sincs arról, hogy mi az, ami történik a világban, és annak milyen súlyos következményei lesznek, amint valami nehézséggel kerülünk szembe. Az emberek egy része felébred a kómából, amelyben jelenleg rengeti a mindennapjait. Aztán néhány hét, hónap múlva megszokja az új állapotot, és visszasüllyed ebbe az agyhalába. Mielőtt nekivágnék ennek, megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok infobában, illetve Yahoo útja néven a TikTokon, Instagramon, Youtube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok azt köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Hogyha körülnéz az ember a világban nyilvánvaló, hogy az emberek többsége továbbra is a Mátrixban él és fogalma sincs, hogy ami körülveszélnek, semmi köze nincs a valósághoz. Ez valószínűleg nem is fog megváltozni, úgyhogy a célom nem az, hogy megreformáljam a világot, mert én úgy hiszem, hogy nem lehet. Mindaz, ami körbevesz minket, minden aspektusa az életünknek, az étel, amit eszünk, a víz, a levegő, az egész, munka struktúra vagy rend, a gazdaság körülöttünk, a hírek a tudomány, a vallás, mind úgy. Így rendezkedett be az évek, évszázadok során, hogy a lehető legtöbb kárt okozza az embereknek, és mostanra ez teljes mértékben az elképzelhető legnagyobb hatékonysággal meghozta gyümölcsét. Ez a modern társadalom, amiben élünk, amelyben az emberek többsége gyakorlatilag egy biológiai robot, ki képtelen gondolkozásra, önálló gondolatok formálására, kritikára, hogy egyáltalán nem is csak képtelen, hanem nem akar gondolkozni, csak szeret élni azt a nyomorult életet, amit kitalált nekünk az elit. Azt gondolván, hogy majd egy nap békén hagynak minket, és majd megáll egy nap a szorítás, és megkockázhatom, hogy a fiatalabb, ostobább generációnak egy jelentős része azt gondolja, hogy el fog jönni az az utópia, amiről beszélnek nekünk a filmekben, amit láthatunk mindenhol magunk körül, hogyha kinyitjuk a szemünket. One of us. Which one? One of us. Republican party is bought and paid for by the same greedy sociopaths who are robbing you, me and our families blind every day. They are manipulating you into believing that they are going to save you from the problems that they created in your life. This period is going to go down in the history books as one of the most epic failures that America ever allowed to happen. Future generations are going to study this time in history and ask themselves, why did they not do anything? How could they not see? Csak azt szerettem volna érzékeltetni, hogyha ezt egy amerikai nő fel tudja dolgozni, hogy mi az, ami történik a világban, akkor nincsen kifogása senkinek. Felhívnám mindenkinek a figyelmét arra, hogy a közösségi média oldalakon élvezett relatív szabadság eltűnőben van. Ez az oka annak részben, hogy átköltöztünk weboldalunkra. Megkérek mindenkit arra, hogy látogasson el oda, és támogassa munkánkat, mert az azt jelenti, hogy több tartalmat tudunk készíteni, szélesebb körben, Jobb minőségben. Szóval mindenki profitál ebből, nem csak mi. Ráadásul valamelyest függetleníteni tudjuk magunkat attól a cenzúrától, ami a közösségi média oldalakon megfigyelhető. Köszönöm. Egy olyan időszakát éljük a világtörténelemnek, amelyre nem volt példa még soha, és nem is lesz, hisz lejárt az időnk. Mindezek a katasztrófák, helyzetek, amik közelítenek, azok a fellegek, amik gyülekeznek a horizonton különböző irányokból, azok jelzik előre számunkra azt, hogy ez a vihar, ez elkerülhetetlen, és ez mindent el fog söpörni, ami csak létezik a Földön azért, mert ez az idők vége. And from the ashes of their world we we'll build a better one And they literally want to like destroy your dreams of of starting a life. It's just so embarrassing. Ugyanez történik mindenhol a világban, nálunk is ez van. Ezért van az, hogy egy negyedik emeleti lakás, ami egy tíz emeletesben van, ami 60 éve épült, 15 millió forint, úgyhogy 50 négyzetméteres, egy plusz két szobás. Mindez vidéken, festen, a határ csillagos ég. Nem fog tudni lakást venni senki saját pénzből, ezért, mert azt akarják, hogy ne legyen senkinek tulajdona. Amennyiben a teljes videót szeretnétek látni, az infobubble.hu, illetve a jahuautja.hu weboldalon ez elérhető. Megkérnélek arra benneteket, hogy osszátok meg videóinkat, illetve lájkoljátok azokat, hogy több emberhez eljusson az üzenet. Köszönöm! Amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Yahoo útja Egyesületen keresztül, ehhez minden adatot megtaláltok az Infobubble, illetve Yahoo útja összes felületén, az interneten, valamint ennek a videónak az információs sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig.